13 éves fegyházbüntetést kapott Budaházi György. Terrorcselekmény, testisértés, kényszerítés miatt ítélték el. Budaházit feltételesen sem lehet szabadlábra bocsátani. Az ítélet azonban nem jogerős. A tárgyaláson ott van kolléganőm Molnár Fruzsina, elmondja a részleteket. A tárgyalóterem teljesen megtelt Budaházi György szimpatizásaival, akik az ítélethirdetés és az indoklás alatt is többször felhördültek. A hallgatóság egy része be sem fért a díszterembe, ők egy külön helységben kivetítőn követték a tárgyalóteremben történteket, és folyamatosan hőbörögtek. A nézők között egyébként látni lehetett Morvai Krisztina EP képviselőt, aki korábban védte is Budaházi Györgyöt, valamint a Tomcat néven ismerté vált Polgár Tamás nevű bloggert is. Az ítélet indoklásában a bírónő elsősorban azt hangsúlyozta, hogy a 19 cselekmény közül, amivel Budaházi Györgyöt és társait vádolták, majdnem az összes megtörtént, és ezt nem vitatta senki, hogy a molotov koktélos támadások, pártszékházak, családi házak, melegbárak ellen ez megvalósult, valamint Csintalan Sándort is valóban megverték. Itt ugye az egyik legnagyobb kérdőjel az volt, hogy mennyiben minősül Budaháziék tette terrorcselekménynek, hiszen 2007-ben egész más volt a terror fogalma, mint 2016-ban. Dr. Kenéz Andrea bíró ezzel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy általánosságban 2016-ban már más a terror fogalma, de a bűnösöknek az az álláspontja, hogy az ő tettüket a mostani terrorcselekményekkel összehasonlítani nem lehet. Ez nem áll meg, hiszen közben változott a jogi környezet, többek között szigorodott a terrorizmus elleni törvény is. Az indoklás jelen pillanatban még tart, természetesen megpróbáljuk a végén megkérdezni Budaházi Györgyöt és ügyvédjét is, hogy mit szólnak ehhez a meglehetősen szigorú ítélethez, fellebeznek-e ellene.